Megtöltötték a termet a civilek, mind azért jöttek, hogy a White Horse Energy Kft. Mecseki uránkutatási tevékenységéről kapjanak információt. Geofizikai mérések szerepelnek a kutatási programban, ellenőrző fúrások. Ezek az ellenőrző fúrások valójában igazoló fúrások. Benkovics István ügyvezető az eddigi munkákról beszélt, a cég 2006-ban kapott kutatási jogadományt, majd egy évre rá kutatási engedélyt. Ha minden a tervek szerint halad, 2013-ban a környezetvédelmi tanulmányok is elkészülnek. Azt mondja, elfogadták a meghívást, hisz nekik is az a céljuk, hogy elkezdődjön egy párbeszéd az érintett térségben élőkkel. Nyilvánvalóan kutatási szakaszban vagyunk, dolgozzuk fel az eredményeket, vannak határozott célok, de most csak a kutatásról tudunk beszélni. A rendkívüli bizottsági ülésen volt bányászok is részt vettek, szerintük komoly lehetőség a bánya újranyitása. Mi 40 éve uránbányászok vagyunk, és tulajdonképpen szimpatizálunk az újranyitásnak az elméletével, természetesen azokkal a körülményekkel, amelyekben most már a mai világban ezt normálisan, környezetkímélően, egészségvédően lehet csinálni. Mint arról már többször beszámoltunk, az Istenkuti területet érintenék a próbafúrások, itt gyakorlatilag a lakott területek alá fúrnának be. Az önkormányzat azért hozta össze a nyílt ülést, hogy mindenről tájékoztassák a pécsieket. Az önkormányzat a pécsiek tájékoztatására fórumokat fog szervezni, nem azért, hogy meggyőzzük, hanem azért, hogy folyik párbeszéd a White Horse és a pécsiek között. És én remélem, hogy ennek a párbeszédnek a végén, ha a város egészen már informálódott minden fontos dologról, akkor egy helyi népszavazás fog majd dönteni arra a kérdés, hogy akarják-e a pécsiek vagy nem. A Mecsekben az 50-es évek elejétől 1997-ig aktív uránbányászat folyt. A White Horse célja, hogy újraindítsák a termelést a város határában.